Sziasztok, én Vasmacska vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek bemutatni a Black Desert egyik kulcsfontosságú részét, ami pedig nem más, mint a játék csomópont rendszere, vagy node managementje. Mivel komplex, ezért nehéz különálló részként beszélni erről, így ki fogok térni több dologra is ezzel kapcsolatban, de természetesen azokat szintén igyekszem elmagyarázni nektek. De akkor kezdjük is az elején. Ahhoz, hogy a házbérlést, nódok összekötését és egyéb dolgokat használhassatok, szükségünk van úgynevezett contribution pontokra. Ezeknek a aktuális és maximális értékét itt találjátok. Viszont a játék elején nulla, azaz nulla contribution ponttal indultok. Ezeket küldetések teljesítésével lehet növelni, mégpedig olyan küldetésekével, amelyek contribution XP-t, vagy contribution pontot adnak. Ezeket alapesetben nem biztos, hogy látni fogjátok. Ezért a kis szellemünk segítségét kell kérnünk. Ha előhívjátok, van itt egy guide gomb. Ezt megnyomva különböző kezdeti tippeket ad nekünk, például hogy hogyan horgászzunk, vagy trédeléshez hogy kezdjünk neki, kereskedéshez. És ugyan én már megcsináltam, de itt van egy olyan gomb is, hogy hogy kezdjünk hozzá mondjuk a feldolgozáshoz, gyűjtögetéshez, vagy bányászáshoz. Na most ha erre rányomunk, akkor rögtön el fog küldeni ahhoz az NPC-hez, akinek ezeket a küldéseket elkezdhetjük. Illetve innentől kezdve meg fognak jelenni ezek a kis zöld keretes ikonok bizonyos NPC-k feje fölött, amikből nekünk a Contribution XP-nk és ezáltal a Contribution pontunk gyűlik. A játék legelején nincsen ugye egyetlen nódunk sem, illetve gyakorlatilag csak a kezdőváros. De ahogy haladunk előre a térképen, ugye egyrészt nyílnak ki a területek, fedezzük fel őket, és ezáltal felfedezzük a nódokat is. Ahogy látható, most felfedeztük Flooring Gateway-t, ezt a területet, és rögtön megjelent az adott nód. Minden nódhoz, minden terület nódjához tartozik egy node manager. Ezt a node managert úgy találhatjuk meg, hogyha, ahogy az előbb láthattátok, felfedeztük az adott területet. A terület nódjára jobb egér gombbal kattintva az autoroute oda fog vinni minket ahhoz az NPC-hez, aki ezért a területért felelős. Ugye nála ki is van írva, hogy node management, tehát ő a helyi node manager. Beszélve az NPC-vel, You should at least say hello when you pass through this gateway. Lesz nála egy node management gomb. Ezt a gombot lehet ahhoz használni, hogy az egyes nódjainkat összekötögessük, illetve azokat kezeljük. Na most, ha egy olyan nódot találtunk, ami nem a láncolat elején kezdődik, akkor konkrétan ez az NPC el fog küldeni más nódokhoz, hogy előbb azokat kössük be. Ezeket a lehetőségeket ilyen fénycsíkokkal jelzi a térképen a rendszer. Tehát esetünkben, ha mondjuk ezt a nódot szeretnénk Olviába bekötni, akkor valahol itt van egy másik nód. Először azt kell bekötni, majd utána Flooring Gateway-t. Ha mondjuk Termian Cliff-t is felfedeztük, akkor az ő nódja is megjelent, és egy jobb egér gombbal a nódra kattintva ide fog vinni a node managerhez. Ugye ha beszélünk vele, nála is megtalálható itt a node management gomb, és ugye ő volna az első, akit be kellene kötni. Csak hát, ahogy említettem, nulla contribution ponttal indulunk,
Tehát először küldetéseket kell csinálni ahhoz, hogy legyen contribution pontunk, és szépen bekötni a módokat. Ahogy fedezzük fel szépen a mi kis nódjainkat és területeinket, úgy válik szépen láthatóvá a térkép, ahol még nem jártunk, ugye ez a kis ködöcske van, ezt a részt nem látjuk, és mondjuk hiába megyünk át egy hatalmas részen, ha nem derítjük fel a módokat, akkor konkrétan ugyanolyan marad. De ha már megvan, beszéltünk a Node Managerrel, akkor szépen láthatóvá válik a térkép. A játék az egyes nódokat különböző ikonokkal jelöli. Van az egyszerű kis elágazás, aztán vannak ezek az ikonok, amik farmokat jelölnek, a kis várikon rendszerint helyőrséget vagy átjárót jelöl. A felkiáltó jelek, azok beszélyes zónákat jelölnek. Ide rendszerint, hogy beszéljünk a Node Managerrel, mobokon kell magunkat átverekedni, ami ugye csak akkor minősül veszélyes zónának, hogyha mobok a saját szintünkön vannak. Ha azonban már magasabbak vagyunk náluk, úgy minimum 5-6 szinttel, akkor már nem kötnek belénk, tehát sima a bejárásunk. A településeket háromféle ikon jelzi. Az egyik a szürke hátteres kis házikó ikon, ez rendszerint csak egy kis falu, innen bizonyos szolgáltatások hiányoznak, mint például a warehouse, tehát a raktárunk. Aztán vannak a kék háttérrel ellátott települések, ezek a kis kisvárosok, falvak. Itt szinte minden funkció megtalálható. És vannak a zöld ikonnal ellátott települések, ezek pedig általában a fővárosok, az egyes területek fővárosai. Akkor át is térnék a nódok funkcióira. Ha például egy nódba belekattintunk, akkor amellett, hogy itt néhány információ található meg róla, például hogy ki a Node Managere, milyen az időjárása, ez ugye a ültetés szempontjából lehet érdekes. Ezen felül azt is megtaláljuk, hogy hány contribution pont szükséges ahhoz, hogy ezt a nódot bekössük a hálóba. Bekötni minden esetben csak és kizárólag várostól, vagy kék, zöld vagy kék hátterű településtől kiindulva lehet. Tehát nincs olyan, ha én azt mondom, hogy mondjuk ezt a nódot szeretném bekötni, akkor idejövök, ezt kötöm majd idebe, hanem minden esetben a várostól kell kiindulni. Tehát az, ami elérhető számunkra, azt úgy is fogja jelezni, ahogy itt lehet látni, különböző kis lábacskákkal. Azokba az irányokba lehet nódokat bekötni. Most a bekötés az térképről nem működik, hogyha csak simán a térképen vagyunk, így csak maximum jelöli ezzel a kis nyuszi füllel, hogy hány contribution pont szükséges ennek a nódnak a bekötéséhez. Ahhoz, hogy ezt be is köthessük, mert mondjuk például én flaxot szeretnék, tehát lent szeretnék bányáztatni, vagy gyűjteni a munkásaimmal, ahhoz meg kell keresni a terület node managerét, majd beszélni vele. Were you attacked by scarecrows on your way here? Itt van is egy ilyen ikon neki, hogy node management. Most erre kattintva automatikusan a hozzátartozó node-ra fog ráközelíteni, és ahogy az előbb láthattuk, itt jelölés, hogy hány contribution pontunk, pont szükséges ahhoz, hogy bekössük, az, hogy hány van nekünk, azt itt jelöli. És a contribution invest gombbal rögtön be is kötöttük a kis nódunkat. Ezt onnan tudjuk, hogy aranyszínűre vált az amúgy fehér kis szálunk, és onnan tudjuk, hogy ezt a nódot már bekötöttük, illetve az ikonjai szürkéről pirosra vált. Most attól, hogy én ezt a nódot bekötöttem, még mondjuk a munkásomat nem tudom kiküldeni ahhoz, hogy lent gyűjtsön, be kell kötni magát a len gyűjtő helyet is, ami ismételten plusz contribution pontba kerül, általában egybe. A munkások a következőképpen működnek. Minden városban alapértelmezetként lehet egy darab munkásunk. Ezt ott tudjuk ellenőrizni, hogy mondjuk bekattintunk egy városba,
A jobb alsó részen vannak különböző ikonok. Ezek közül a kis goblin fej előhozza az aktuálisan elérhető munkásainkat. Ahogy látjuk, itt most nekünk nincs egy sem. Tehát a számait, hány munkásunk van, azt itt tudjuk ellenőrizni. Tehát most jelenleg ugye egy munkásunk lehet, mint ahogy mondtam, minden városban megkötés nélkül, de jelenleg ugye nem tartózkodik itt senki. Ahhoz, hogy munkást béreljünk, meg kell keresnünk azt az NPC-t, amelyiknek az a neve, hogy Work Supervisor, és beszélnünk vele. Most ebben az esetben találunk egy ilyet, hogy Contract Workers. Ez energiába fog nekünk kerülni. Ugye itt mutatja, hogy 5 energiát fog levenni az, hogy egyáltalán megnézzük azt a listát, hogy milyen munkás elérhető. Illetve, hogy ugye mennyi az aktuális energiapontunk. Különböző típusú munkások vannak, erre most így nem térnék ki. Viszont új, ha nekünk mondjuk nem tetszik egy munkás, akkor a View Another segítségével újabb 5 energiáért megnézhetjük a következőt. Mondjuk ez nekem szimpatikus, mert nagy a staminája, sokat tud dolgozni, ugyan nem olyan gyors, de én személy szerint mondjuk ezeket preferálom. Ha kiválasztottuk, hogy melyik tetszik nekünk, itt vagy ugye mennyi az ára a munkás megvásárlásának, itt van, hogy mennyi pénzünk van, illetve hogy mennyi pénzünk van a raktárban. Na most mind a munkások vásárlásánál, mind kereskedésnél elérhető ez a két kis jelölés, hogy balance vagy held in storage, az azt jelöli, hogy a saját inventoringban lévő pénzből, vagy pedig az adott városban lévő raktárban lévő pénzből szeretnénk-e kifizetni ezt az árat. Én most mondjuk innen választok, és felfogadom ezt a munkást. Biztos is fel akarom, hogy szeretném. Na innentől kezdve, ha már van munkásunk, és ugye be van kötve a már előbb említett mód, akkor a gyűjtő helyre kattintva kijönnek az aktuálisan elérhető munkások, ugye mindegyiknél, hogy éppen mennyi az aktuális staminája, tehát őt sajnos csak egyszer tudnám már kiküldeni. De itt van a frissen vásárolt munkásunk, rákattintok, és azt mondom neki, hogy ő az összes energiájából, tehát ami van, gyűjtsön be lent. Most ez úgy néz ki, hogy alapesetben ugye egyszer hajt végre egy feladatot. Ugye ez jelöli. Most ha én azt mondom, hogy nekem ugye van 25 energiám, és én nem egyszer akarom kiküldeni, hanem amennyi belefér, ide kattintok, és innentől kezdve 1 óra 11 perc szer 25 a teljes idő, amit ő el fog tölteni bányászással, illetve begyűjtéssel. Start work, és már el is intult a kis munkásunk, amit az jelöl, itt a térképen elindul a kis goblin, szépen eljön ide a farmra, és elkezdi végezni a munkáját. Azt, hogy mennyi idő van hátra, vagy éppen hol tart, hányszor fog még idejönni, azt itt a begyűjtő helyre kattintva tekinthetjük meg. Például ugye ő még 24, hát plusz az aktuális, tehát 25-ször fog még idejönni. És itt pedig azt látjuk, hogy mennyi a jelenlegi begyűjtésig hátralévő idő. Ha a munkás végzett, akkor az adott város, ahol bekötöttük ezt a nódot, az abban a városban lévő warehouse-unkba, tehát a raktárunkba fog bekerülni a len. Ja, tehát nyilván az adott anyag, amit éppen gyűjtünk. Ha nincsen szabad hely, nem kezdi el a munkát. Tehát legalább egy szabad helynek fel kell szabadulnia ahhoz, illetve üresen kell maradnia, hogy a munkásunk elkezdje a dolgot. Tehát itt például látható is ezen a kis ikonon, hogy itt éppen dolgozik valaki, és hogy az adott ciklus, amit épp itt tölt, az hol tart.
ha a kis zöldség körbeér, befejezett egy ciklust, visszaviszi a városba, lerakja a warehouse-ba, és amennyiben még van neki munkája, ezt le is ellenőrizzük, még van neki hátra egy, tehát 7 perc múlva befejezi az aktuális kört, visszamegy a városba, leteszi a cuccot, visszajön még egyszer, és azt is végrehajtja. Utána ő automatikusan leáll. Ha több munkásra van szükségünk, mert mondjuk teszem azt, én rezet szeretnék bányászni osztálképben, meg intképben, ugye itt két részbánya van, illetve mondjuk még goblinképben, itt is van egy részbánya, akkor azon felül, hogy ugye össze kell kötnöm a nódokat, ugye a munkások, további munkások beszerzése, az úgy zajlik, hogy szükség van úgynevezett lodging típusú épületek bérlésére. Fontos megjegyezni, hogy itt bérlésről van szó, ami annyit jelent, hogy ha már nincs szükségünk az adott típusú épületre, például nekem most felszabadul mondjuk itt warehouse helyen, akkor azt ugye eladom, visszakapjuk az ide befektetett contribution pontokat. Tehát lodging típusú épületekre van szükségünk, ezek bővítésével, illetve bérlésével több munkást fogadhatunk fel az adott városban. Mint ahogy látható, itt nekem jelenleg Veliában 4 maximálisan felbérhető munkásom van, jelenleg 3 van itt, ami elérhető. Ezt a 3-at szépen a adott nódokra, úgy ahogy itt a lennél láttuk, ki tudom küldeni, és itt szépen bányászza is a adott nyersanyagot, amire szükségem van. Abban az esetben, hogyha úgy döntök, hogy a munkásom mégse folytassa tovább a melót, akkor a cancel gomb megnyomásával az aktuálisan kívül lévő maradék, az előző helyen látott még 24 kört törlöm. Az aktuálisat sosem fogja befejezni, azt meg kell várni, amíg végigmegy. Utána visszaballag és megáll. Onnantól kezdve akár úgy is dönthetek, hogy nincsen szükségem az adott munkásra. Ebben az esetben előbb is munkás panelemet. Kipipálom a munkás neve előtt lévő ikont, és azt mondom, hogy Fire Selected. Most ilyenkor megszabadulok az adott munkástól. Természetesen amelyik dolgozik, azt nem lehet kirúgni, csak hogyha már befejezte a munkát. Vagy például, hogyha nekem szükségem lenne mondjuk még felszabadítható contribution pontokra, és kirúgnám a munkást, de ugye egyrészt akadályozza az, hogy most dolgozik, vagy ha már nem akadályozza, akkor előtte mindenféleképpen ki kell tennünk, mert addig az ő épület típusát hiába ajánlja itt fel, itt rögtön írja, hogy nem adhatom el, mert túl sok a munkásom. Tehát nem lehet munkás alól házat eladni. Csak ha már őt is kitettük. Amikor kézzel végzünk begyűjtést, és mondjuk nem a munkásaink csinálják, hanem például favágrást saját magunk végezzük, akkor eshetnek különböző créditemek, amikkel nagyjából semmi más nem tudunk csinálni, csak eladni, viszont jó pénzért. Például ez a két kis borostyánba zárt bogárka eladásra fog kerülni, azonban ha mondjuk ezt egy adott városban a trade managernél megpróbáljuk eladni. A merchant should enjoy large crowds. So what do you want from me? Ugye jobb oldalt láthatjuk azokat az eladható tárgyakat, amiket kifejezetten a trade managereknél adhatunk el, ilyenek a halak, vagy például a begyűjtésből származó egyes tárgyak. Ez ugye több adatot is láthatunk róluk. Na most, ha csak úgy simán el akarok adni valamit, akkor az árának max a 30%-át fogom megkapni. Tehát ez hiába kerül 9000-be, ennek sajnos csak a 30%-a lesz az enyém, ha én ezt most itt szeretném eladni, de ezt itt jelöli is. Ahhoz, hogy én teljesen arra áron adhassam el, mint például ennél, ami rendszerint nem 100, hanem
kicsit több százalék szokott lenni. Tehát itt már a 9000 helyet mondjuk majdnem 12000-et kapnék, ami ugye a 30 százalék esetében csak a 2700 érvényesülne a 9000-ből. Tehát, hogy én ezt 100%-on vagy a fölött tudjam eladni, ahhoz szintén a nódok segítségére van szükségem. Tehát én most mondjuk Heidelbe szeretném eladni ezt a tárgyat, amit, ha megnézem, hogy honnan származik, például kiírja, hogy Origin Western Guard Camp. Tehát ahhoz, hogy én ezt 100%-os áron eladjam, nekem Western Guard Campet, ami itt található, be kell kötnöm Heidelbe. Ez ugye a már előbb bemutatott módon szépen Heideltől kiindulva, végighaladva a nódokon, azokat bekötve, nyilván meg felmennyiségű contribution pontot felhasználva, Western Guard Campet bekötöm. Ha bekötöttem azt a nódot, ahonnan ez a tárgy származik, nem tudom én, ott vágtam fát azon a környéken is, hogy ez onnan származik. Na, abban az esetben már el tudom adni az árnyom 100%-áért. De ha ugye nincs bekötve mondjuk esetünkben itt Etheria Ridge, ami kicsit messzebb található, ekkor sajnos, tehát ugye eleve nincsen elég contribution pontom mondjuk, mert itt most majdnem kinugáztam magam, ezt már nem fogom tudni ezt a távolságot bekötni. Tehát az ebben az esetben én csak 30%-ért fogom tudni eladni. Azonban szól is, hogyha véletlenül olyat akarok eladni, ami gyakorlatilag áron alul van, tehát teljes áron alul van, akkor itt mondja, hogy melyiket kéne bekötnöm, melyik városba, ha én ezt 100%-os áron tervezem eladni. Ha meg nem érdekel, mert mondjuk csak 9000 silverbe kerül, ami nekem jelen esetben itt, ami nem pénz, akkor egyszerűen fogom eladni, hogy megszabaduljak tőle, mert még csak az inventory helyet foglalja. A nódoknak még a kereskedésnél van fontos szerepe. Én is ha azt mondom, hogy én kereskedésre adom a fejemet, és szeretnék árut egyik városba megvenni, másik városba profitér eladni, akkor a már előbb említett 30%-os büntetést kikerülve muszáj vagyok összekötni a két várost, ahol ezt a kereskedelmet szeretném lebonyolítani. Itt természetesen mindegy, hogy melyik városból indulunk ki és kötjük be a másik várost. Lényeg, hogy össze legyenek kötve, ekkor tudom 100 vagy 100% feletti áron eladni az adott terméket. Például, ha én most vásárolok mondjuk beliai füstölcsirkét, mondjuk előtte ellenőrizzük az árát, az egy energiába kerül, és ugye Heidelbe szeretném átvinni. Most egész jó megy fölfelé az ára. Akkor én úgy döntök, hogy mondjuk veszek belőle. Egy 8 darab. Ugye itt fel is ajánlja, hogy ha közelben van a mit tudom, egy csacsin vagy ugye a szekerem, és azért ennek súlya van, rögtön fel is ajánlja, hogy élből a szekérbe teszi. Viszont figyelmeztet is, hogy megtámadhatnak ebben az esetben a tolvajok. A tolvajokat a térképen piros ikon jelzi. Ha lehetőségünk van, kerüljük el, ha viszont például szekérrel megyünk, akkor jó esélyünk van, hogy lehagyjuk őket. De ahogy az előbb említettem, meg is jelentek a tolvajok. Ugye ők csak akkor jönnek elő, hogyha trécsomag van nálunk, de amint látható, gyalog kicsit lassabbak az erőt a szekér, tehát általában nincs mitől tartanunk. És természetesen megérkeztünk biztos
Heidelbe. Raid Managerhez. A merchant should enjoy large crowds. So what do you want from me? A nód összekötés miatt, ahogy látható, amit mondtam, 100% vagy egy kicsit magasabb áron. Tehát ugye ott alul írja a trade itemnél, hogy a trade purchase price, hogy mennyiért vettük, és hogy jelenleg mennyiért tudjuk eladni, vagy ha még szeretnénk, akkor alkothatunk is rá, ez természetesen energiába kerül, és hogyha ez a minigame sikerül, mindjárt meglátjuk. Most nem voltunk ügyesek, próbálom újra. Lényeg az, hogy még feljebb lehet tornászni ezt a árat, tehát tudom én, nagyjából olyan 1000 ér eladhatjuk darabját, tehát helyek közel 250-300 ezüst nyereségünk lehet rajta. Na most ugye nem kell egyesével eladni őket, akárhányat veszünk is, hanem van egy sell all gomb, kerekítsünk fölfele. Rajta körülbelül 15 000 szilvert. Tehát így működik a trédelésben a nód használata. Mert amint ahogy említettem, ha nem kötjük össze, akkor sajnos csak a már 30%-át kapnánk meg érte, ami nyilván veszteség. A kereskedésben minél nagyobb távolságra visszük ugye a árut, annál több nódot kell összekötni, és értelemszerűen annál több profit jár érte. Tehát hogyha én körbe kötném mondjuk Veliát Calfaunnal, nyilván magasabb áron, magasabb százalékért tudnám azt eladni. Zárszóként még pár dolog a nódokról. Ugye egy nód bekötése 1-2 vagy 3 pont contribution pontba kerül, ugye ez nód típustól függ. Például az ink is egyszerű elágazás, ahol mondjuk esetünkben még nyersanyagok is találhatóak. Ez egy pontba kerül, ugye ahány nyersanyag lelőhely van, az még plusz egy-egy contribution pont, mert ugye ezeknek a helyeknek egy kontriba bekötése. Farmok esetén 2 pontról beszélhetünk, tehát ez 2 contribution pontért kerül bekötésre. Illetve az átjárók és helyőrségek azok 3 contribution pontot fognak megenni tartalékunkból, tehát előre ki lehet kalkulálni, ha mondjuk tudjuk, hogy merre vannak a nódok, merre szeretnénk összekötni két helyet, előre ki lehet kalkulálni, hogy mennyi contribution pontra van szükségünk. Amennyiben egy nódra, vagy annak teljes láncára, már nincsen szükségünk, természetesen kivehetjük belőle a contribution pontot. Viszont mondjuk így ugye Veliával össze van kötve Western Guard Camp. A láncolat közepéből nem vehetünk ki láncszemet, ezt ugye nem engedi a rendszer, hanem mindig a legutóbb bekötött nódra kell rákattintani. És a contribution withdraw-val gomb megnyomásával, ugye a 11 után ezt kikötve visszakapjuk azt az egy contribution pontot is, tehát ismét 12 contribution pontunk van, ami felhasználható, majd szépen visszafejtve teljes láncot visszaszerezhetjük azokat a contribution pontokat, amiket már eddig beinvestáltunk. Itt most nekem azért szól, hogy ezt még nem szedhetem ki, hiába van közvetlen a város mellett, mert jobb oldalról még csatlakozik bele egy másik nód. Tehát őt is meg kell szüntetnem. És aztán végül ezt is felszabadítottam. Ugye, ahogy a legelején mondtam, a bekötéshez helyben ott kell lennünk az NPC-nél és beszélnünk vele a node management rész alatt. Viszont a visszavonáshoz erre nincsen szükség. Nemes egyszerűséggel, ahogy mutattam, belekattintunk az adott nódba,
és bárhonnan a világ térképről visszavonhatjuk az abból befektetett kontrikusabb pontokat. Bízom benne, hogy többeteknek sikerült segítenem valamelyest ezzel a videóval, és most már eddig nem tudtátok, hogy mi hogy van a Node rendszerben, most már egyrészt képbe kerültetek. További jó játékot mindenkinek, és Macska voltam. Sziasztok!